Továbbá arról is beszéltem, hogy mit tehet az ember, hogyha önellátóan kell éljen, hogyha nem adhat, nem vehet, ha magának kell megtermelnie a terményeit, hogyha ezek a fajta korlátozások jönnek, amikről Biblia és Ellen White ír. De amiről kevesebbet beszéltem, az, vagy amiről én sem nagyon gondolkodtam, hogy mit teszünk akkor, hogyha bizonyos országok, maga az állam az, tehát nem az emberek, hanem maga az állam az, aki üldöző rendelkezéseket hoz, aki hátrányos helyzetbe viszi az embereket. És nem olyan módon, hogy nem adhatsz, nem vehetsz, hanem olyan módon, hogy nem mehetsz ki a házadból, olyan módon, hogy büntetést kell fizetned talán 20 000 eurót, hogyha nem veszed be a borjút, hogy nem mehetsz át a határon, hogy nem ülhetsz fel egy repülőre, hogy nem mehetsz biciklivel se sehova, és így tovább, és így tovább. Tehát ebből a szempontból is meg kéne vizsgálni a világ országait, például hol van lehetőség arra, hogy az Ellen White szerinti nevelési módszereket valóságban gyakoroljuk, hogy például egy gyermek 10 éves koráig az édesanyjánál legyen otthon, és az édesanyja nevelje. Hol állnak fel az emberek az igazságért, és melyik ország az, ahol az emberek a jólétükben, és egyszerűen csak úgy elfogadják mindazt, ami gyakorlatilag igazságtalan, de amit rájuk erőltetnek. Hol gondolkodnak az emberek úgy, hogy az evangéliumot befogadják, és hol gondolkodnak úgy, hogy ellenségesek az evangélium szerint, vagy ha nem is az evangélium szerint, de az igazság szerint. Most gondoljatok abba bele, hogyha ma történik egy igazságtalanság, és az embereket ez nem érdekli. És mi elvárjuk, hogy ugyanezek az emberek majd a vasárnap-szombat kérdésében fölálljanak, és azt mondják, hogy igen, én az igazság mellett kiállok. Hát realisztikus ez? Így meg kell gondolni, hogy a gyerekneveléssel kapcsolatban melyik ország hogy gondolkodik. A család, homoszexualitás és így tovább kérdésében melyik ország hogy gondolkodik. A mai egészségügyi helyzettel kapcsolatban melyik ország hogy gondolkodik. Melyik ország az, ami sűrűn lakott? Melyik ország az, ahol hegyek vannak? Melyik ország az, ami az idegeneket befogadja? Melyik ország az, ahol magyarként az ember nem teljesen idegen, nem teljesen elveszett? Több országban kapcsolatban vagyok emberekkel, akik hasonlóan, mint ahogy én, megpróbálnak önellátóan élni, és ezt a célt követik már évek óta, és próbálok tőlük információkat kapni, hogy ők hogyan látják ott helyben a helyzetet, mik azok a kihívások, amikkel küzdenek. Például Afrikában teljesen mások a kihívások, mint Oroszországban, vagy mint Romániában, vagy mint Nyugat-Európában. Én mondtam a videó elején, hogy szeretnék a menedékházzal kapcsolatban is valamit mondani. Igazából a menedékházzal kapcsolatban rengeteg dolgot kéne mondanom, de ami ötletként van, egyik kedves testvérünktől azt hallottam, hogy Szerbiában aránylag olcsón lehet magyar területen, tehát olyan területen, ahol magyarul beszél a lakosságnak egy jó része vagy fele, ahol magyarul az ember el tud intézni ügyeket, olyan területen lehet vásárolni házakat aránylag olcsón, tehát hogyha szükség van egy házra, ami egyrészt lakható, és aminek 1500, vagy 2000, vagy 3000 négyzetméternyi területe van, vagy akár több,
talán ilyen ingatlanokat már lehet 1000 euró, 3000 euró körül találni, ami gyakorlatilag még sokkal olcsóbb, mint amik Magyarországon az árak. Ezt érdemes meggondolni, mert nekem az a tapasztalatom, hogy a közösködéssel mindig újabb és újabb kihívások támadnak, tehát hogyha azt a koncepciót folytatjuk, amit a menedékházzal eleinte elkezdtünk, hogy mondjuk valaki egy háznak egy szobáját megveszi egy bizonyos kertrészettel együtt, akkor is még a konyha, meg a fürdőszoba, meg minden közös, ez sok konfliktust okozhat. Hogyha valaki bérel valakitől, ez sem biztos, hogy minden tökéletesen működik, bár volnának olyan emberek, akik bizonyára örömmel bérbe adnának a házukból egy részletet olyanoknak, akik vidékre akarnak költözni, és volna ilyenre is kapacitás, volna ilyenre is lehetőség, de nekem azt kell mondanom, hogy egy kicsit szomorú vagyok amiatt, hogy ha bár sokan érdeklődnek és komolyan dolgoznak, komolyan gondolkodnak ezzel a témával kapcsolatban, és tényleg lépést akarnak tenni, mégsem teszik meg a lépést, mert még nem jött el az a nagy nyomás, amit még nem bocsátották el a munkahelyükről, még nincs az, ami kidobja őket a mostani helyzetükből, ha bár tudják, hogy az a mostani helyzetük gyakorlatilag előbb-utóbb halálra van ítélve, mert az ott hosszan nem fenntartható, mert jönnek a rendelkezések. De mégsem teszik meg még a lépéseket, és ez a dolog nem jó, mert fogy az idő, és bizonyos dolgokat később nehezebb lesz megtenni. De én nem tehetek más emberekért meg mindent, nem is csak az, hogy nekem sincs magamnak időm. Az az érdekes, hogy most gyakorlatilag már ott tartunk, hogy arra sincs az embernek ideje, hogy olyan emberekre időt szánjon, akik tényleg kutatják a Bibliát, és tényleg meg akarják érteni a dolgokat. Például egy házaspárnak adtam házassági tanácsadást zongora óra helyett, és nagyon örültek, és tényleg sikerült nekik kibékülniük, és így tovább, az Úr kegyelméből, és a legnagyobb szomorú dolog benne, hogy azóta, 3-4 hónap óta sem volt időm arra, hogy elmenjek ehhez a házaspárhoz, és megkérdezem, hogy na, hogy vagytok? És érdeklődnek a Biblia iránt, de nincs meg az a helyzet, hogy az ember tényleg támogassa ezeket az embereket. Vagy tegnap volt egy férfi, akivel beszélgettem hosszan, több órán keresztül a Bibliáról és a hitről. Ezt a családot, az ő családját jól ismerem, de főleg a feleségét és a gyermekét. És fontos volna, hogy ezzel az emberrel többet is beszéljek, és még sincs arra időm. És ez az őrületbe kerget, hogy annyi minden lehetőség volna ma, az emberek nyitottak, és még sincs meg az az idő, hogy az emberekkel foglalkozzunk, nem tudom, hogy ti ezzel hogyan vagytok, de ezért valószínűleg értitek azt is, hogy miért nem tudtam az elmúlt hónapokban videókat felrakni, illetve hogy miért nem tudom én fölvállalni azt, hogy másoknak segítsek vidékre költözni. Igazából az embereknek maguknak kell lépést tenniük, maguknak kell hitből dönteni, maguknak kell a hit érveit meggondolni, mert csak akkor fog ez működni, és ha az embernek nincs meg a maga szorgalma, vagy maga eltökéltsége ehhez a dologhoz, akkor ez az egész nem fog igazából működni. És ezért is nem akarom én ezt erőltetni, és újból videókat ezzel kapcsolatban mondani, mert az illetőknek maguknak kell lépni, és maguknak kell ezt kutatni. Mert a jövőben is csak így fog ez működni. Na most, amit viszont akartam mondani, hogy ha Magyarországon olyan talán 3 millió forint, vagy 1 millió forint, 2 millió forintért lehet olyasmi házat venni, aminek már kertje van, ami talán adventista környezetben, ahol mások is vannak, megtalálható. Hát más országokban
talán ez egy kicsit olcsóbb, nem tudom, például Oroszországban szintén olyan 3 millió forint körül van egy ilyen ház, de Szerbiában olyan helyen, ahol adventisták is vannak a közelben, akik vidéki életmóddal élnek, vagy tudnak segíteni, vagy tudnak összetartani, vagy hasonlóan gondolkodnak, ilyen helyen lehet már akár 1000 eurótól keresni házakat, tehát az azt jelenti, hogy egy vályokház, vagy tehát olyan 300 ezer forint fölötti, vagy attól induló értékben. És ez azért talán mégiscsak elérhetőbb egyeseknek, talán mégis meggondolandó olyan helyen lakni, egy olyan országban, ami nem EU tagállam, egy olyan országban, ahol aránylag talán könnyebb letelepedést kapni, mint például egy afrikai államban, ahol egyáltalán nem vehet az ember magántulajdont. Tehát ez azért meggondolandó, hogy ezt a menedékház dolgot ugye annak idején már eleve több helyen akartuk létesíteni, hogy nem volna lehetséges azoknak, akiknek volna annyi anyagi fedezetük, inkább egy saját házat venni egy ilyen helyen. Persze ezeken a környezetekben nincsen munkahely lehetőség, tehát itt tényleg inkább a önellátásról volna szó, de van, akinek éppen ez megoldható. Tehát ezt meg kell gondolni, és én, amit ebben a videóban akartam említeni, hogy ez is egy lehetőség, ami van. Természetesen utána kell járni a lehetőségeknek, nem csak az interneten keresztül, ilyen-olyan fórumokon vagy valamin keresztül informálódni, hanem el kell menni például a szerbiai nagykövetségre Budapesten, és meg kell kérdezni ott, hogy milyen papírok kellenek a letelepedéshez, mi az esélye annak, hogy az ember megkapja ezeket a papírokat, és így tovább. Befejezésül azt szeretném még mondani, hogy néhányan mindig azt próbálják nekem mondani, hogy hát miért nem beszélünk inkább Jézus szeretetéről, meg más témákról, miért kell az embereket riogatni, stb. Miért kell a mai eseményeket a proféciába besorolni? Na most, semmi ellenvetésem nincs Jézus szeretetéről beszélni, de azért gondold meg, hogyha most égne a házad, és kigyulladna a házad, égne a házad, akkor mit csinálnál? Leülnél, és azt mondanád, hogy én most a szombat reggeli áhítatomat elvégzem, vagy azt mondanád, hogy én most Jézus szeretetéről prédikálok, vagy azt mondanád, hogy berohanok inkább az égőházba, hogy kivegyem a gyerekemet, vagy elkezdenéd oltani az égőházadat. Legyünk őszinték, hogyha emberek ezrei halnak meg, akkor a helyzethez képest kell cselekedni. És ez nem jelenti azt, hogy Jézus szeretetéről nem kell beszélni, de ez jelenti azt, hogy azokat a témákat, amik aktuálisak, meg kell beszélni, tisztázni kell, és az embereknek reményt kell nyújtani.